A Kárpát Express mai adásából megtudhatják, hogy áll az autonómia ügye Felvidéken, és bemutatjuk a szórványközponttá alakuló Técsői Református Líceumot. Szó lesz egy anyaországi egyetemista csoport drávaszögi értékmentéséről, és egy különleges futballmeccsről is. Hivatali ügyintézés, tanulás vagy munkavégzés. Az anyaországban élőknek természetes, hogy mindezt magyarul intézhetik. De a határ túloldalán élő magyar testvéreink ezt már nem tehetik meg. Hiába beszéli mindenki az anyanyelvét. Többek közt ezért tartják fontosnak a felvidékiek, hogy végre megvalósuljon az autonómia. Mivel lenne jó? Hát azt gondolom, hogy elsősorban a hivatalokkal való kommunikációban. Tehát az egyszerű emberek hát nem nagyon tudnak itt-ott kommunikálni a hivatalokkal. Most az, aki minket cselédi sorsban, a cseléd sorsban akar tartani, az ellenünk bűnt követel. Ha egy személy ellen követel bűnt, az is kegyetlenség. És ha egy nemzetrész ellen követel bűnt, az már egyszerűen magyarázhatatlan. Az autonómia nem venne el a szlovákoktól semmit, csak a magyaroknak adna több jogot. A felvidéki magyarság helyzete már kicsit a, hogy így fogalmazok, a 24. órába került, amikor már nincs tovább hová hátrálnia a magyarságnak, és hát az elmúlt évek számadatai, a nagyon nagy mértékű asszimiláció azt bizonyítja, hogy egyszerűen nincs más alternatíva. Egy felvidéki magyar író szerint a mindennapokat könnyíteni meg, ha a magyarok saját kezükbe vehetnék az irányítást. Az önigazgatás oda vezethetne, hogy az itt kitermelt adóról itt döntsenek, akár helyi, akár területi szinten. Az, hogy egy oktatásügynek az intézését bízzák az alsóbb szervekre, az, hogy nem kell mindent Pozsonyba eldönteni, hanem megyei vagy kistérségi szinten is megvalósítható lenne. Ez lenne a minimális lépés az autonómia felé. Az, hogy egy magyar önigazgatás létrejöhessen, az pedig azzal együtt járna, hogy megbecsülnek egy népet, amely ősidők óta itt él. Az első autonómia tervezetet 1989-ben fogalmazták meg, amelyben leszögezték, hogy a felvidéki magyarság nem kisebbség, hanem nemzeti közösség. A helyzet 26 év alatt azonban szinte semmit nem javult, ezért a legtöbb magyar szervezet egyik legfőbb célkitűzése az autonómia. Amíg a szlovák politika központ, amíg Pozsony ezzel nem hajlandó, és látszólag nem hajlandó, tehát nem akar, nem nyújtja azokat a garanciákat, és nem akar foglalkozni ezzel a kérdéssel, addig nem marad más, mint a magyar közösség találja ki, fogalmazza meg, és küzdjön meg azokért a jogi keretekért, feltételekért, amelyek a saját gyarapodását és megmaradását a szülőföldjén biztosítják. Az MKP autonómia javaslatának kidolgozója szerint nem csak a magyarok jogai miatt fontos az önrendelkezés, hanem a dél-szlovákiai térség felzárkóztatása és a magyar közösség fennmaradása miatt is. Az egyik az a megye jellegű regionális önkormányzatoknak olyan létrehozása, amelybe a közösségeket érintő, közösségünket érintő kérdések sajátosan jelennek meg, tehát saját jogkörben. A kisebb települések, tehát kisebb arányú települések esetében pedig a kisebbségi önkormányzatok létrehozása, mint olyan, ez is egy bevett nemzetközi normarendszer, annak a létrehozását tesszük javaslatként. Az MKP-val szemben a Most Híd, szlovák és magyar párt csak a kulturális és önkormányzati autonómiát tartja fontosnak. Az elmúlt 20 év alatt 110 ezer fővel csökkent a felvidéki magyarság száma. Ma már kevesebb, mint 500 ezer honfitársunk él az elszakított területeken. Ahhoz, hogy ez a csökkenés megálljon, óriási szükség van a magyar területek felzárkóztatására, a magyar nyelvű oktatásra, egy szóval az autonómiára. Következő riportunkból megismerhetik a kárpátaljai Técső Református Líceumát, ahol a szórványban élő magyarság megtartását és oktatását tűzték ki célul.